Az ellenzéki erőviszonyok teljesen átalakulhatnak a vasárnapi választási eredmények alapján. Ma már a DK tekinthető a legerősebb ellenzéki pártnak, a parlamenten kívüli Momentum pedig a másodiknak. Az ellenzék korábbi két vezető ereje, a Jobbik és az MSZP a harmadik és a negyedik helyre csúszott vissza. Olyan erős közösség ez! Nem számított ekkora sikerre a DK. Több mint 500 000 szavazatot szereztek, így 4 képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe. A listavezető Dobrev Klára azt hangsúlyozta, hogy kiemelt ügyük lesz a jövő generáció és a környezetvédelem is. Töretlenül fogunk továbbra is küzdeni a hazug Orbán rendszerrel szemben, annak érdekében, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy bizony az európai magyarok vannak többségben. El fogjuk ezt is érni. Ennek a választásnak valójában az igazi nagy vesztese. Az a kormány fő pártja. A Fidesz politikájának nincs helye a néppártban, így vagy a szélső jobboldali frakcióba kerülnek, vagy függetlenek lesznek, tehát mindenképp a vesztesek közé kerülnek, értékelt az eredményt egy nappal később Gyurcsány Ferenc. Az igénye lépett fel, hogy megváltoztatja az európai politika fősodrát. Ehhez képest a ma reggelre nagyjából világos európai parlamenti összetétel alapján mondhatjuk, hogy ez a kísérlet elbukott. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy Donát Anna akadályozta meg a Fidesz kétharmadát. A Momentum az utolsó pillanatig el sem hitte, hogy két képviselőjük is kijut. Csaknem 340 000 szavazattal, viszont Cseh Katalin mellett Donát Anna is kijutott Brüsszelbe. Két közösséghez tartozik, az 10-szer annyi szóra erősen akar utána dolgozni. Mert hogy azt gondolom, hogy ami most itt történik, ez nem az én sikerem. Cseh Katalin visszaemlékezett, amikor 4 éve felhívta egy ismerőse azzal, hogy politikai alternatíva kell Magyarországra. Hát én akkor azt hittem, hogy ez a srác egy álmodozó. De hát az álmok néha valóra válnak, nem? Ez azt gondolom, hogy a 2010 óta nem látott átrendeződést hozhat a pártrendszerbe. A Political Capital elemzője szerint az EP választás eredménye miatt teljesen átalakulhat az ellenzéki térfél. Annak a nagy kétharmados győzelemnek, amit 2010-ben a Fidesz aratott, annak a 2006-os önkormányzati választási eredmény volt az alapja. Így Juhász Attila szerint az az ellenzéki párt, amelyik pozíciót tud foglalni az őszi kormányzati választásokon, az lehet majd a Fidesz kihívója a következő országgyűlési választáson is.